Első alkalommal került sor Honvédban a roma gasztronapra, amelyből rendszert szeretnénk, mondta el stábunknak Farkas Tamás, a makói roma nemzetiségi önkormányzat elnöke. Minden évben meg szeretnénk ezt rendezni, nekünk fő, hát, 2-300 embert várunk ide. Az az elsősorban az a lényeg, hogy a közösség összetartson, ne pedig a széthúzás legyen. A közösség összetartó rendezvény, hogy a helyi romák összejöjjenek, beszélgessenek, a gyerekeknek szerezzünk egy kis örömet ebből az alkalomból. A családok legkisebb tagjaira is gondolva ugrálóvár, arcfest és pónilovaglás várt rájuk. A jó hangulatú összejövetelre a városrész kormánypárti képviselőjét, Morga Ferencet is meghívták, aki örömmel látogatott el a rendhagyó napra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy városrészt összetartsunk, így például helyet adnak itt a roma önkormányzat által szervezett gasztronapon, úgynevezett gasztronapon helyet adnak annak, hogy beszélgessenek, összeegyütt legyenek, megosszák esetleg egymással a recepteiket, vagy hogy ezeket a tradicionális ételeket hogyan készítik el, így mégiscsak összekovácsolja őket, jobban összetartoznak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos minden városrésznél. A gasztrofesztivál központjában a tradicionális ételek voltak, itt többek között a bográcsban töltött káposzta és lecsó is rotyogott. Horváth István pacalpörköltet készített családjának, melynek hozzávalóit szívesen megosztott a televíziónkkal. A bográcsban pacalt főzünk körömmel, és jellegzetesen ugye zsírral, meg titkos nincs benne, csak hagyományos fűszerekkel. És hagyma, makói hagyma? A makói hagyma az természetesen az el sem maradhat. Zöld paprika, fehér paprika, meg fűszerek evidens. A rendezvényről nem hiányozhatott a jó hangulatú zene sem, amely egész nap szórakoztatta a kilátogatókat. Miért kell, hogy az ember szíve mindig fájjon?